Köszöntöm nézőinket, Külön Fanni vagyok, ez pedig a Kultúrköz. A Twist Olivier olvasó próbáját tartották a Bartók színészei, kiállítás nyílt a Munkásművelődési Központ galériájában, valamint a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza aulájában. Mai műsorunkban ezekkel a témákkal foglalkozunk, tartsanak velünk! Charles Dickens második regényének, a Twist Olivier színpadi előadására készül a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza társulata. A musical különlegessége, hogy a főbb szerepeket dunaújvárosi gyerekek alakítják majd Csadi Zoltán rendezésében. Charles Dickens Twist Olivier című regényének feldolgozására készülnek a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában. Az árva kisfiú történetét bizonyára sokan ismerik, a kalandjait, valamint a megpróbáltatásokat, amelyeket elszenvedett. A regényben megjelenik a szegénytörvény, a gyermekmunka és a gyermekek bűnöző életmódra kényszerítése is. Az előadás olvasó próbáját hétfő délelőtt tartották a színészek és azok a dunaújvárosi gyerekek, akik szerepet kaptak a darabban. Csadi Zoltán rendező azt mondta, a válogatás rendkívül sikeres volt, a város több iskolájából érkeztek a fiatalok. Emellett azt is hozzátette, hogy a jelmezek és a díszlet ötvözi majd a viktoriánus és a mai kor jellemzőit. Még december elején hirdettük meg itt a castingot, vagy hát a válogatást a Twist Olivier gyerekszerepeire, gyerekszereplőknek a betöltésére. Nagyon sokan jelentkeztek, közel 100-an, 92-en jelentkeztek erre a válogatásra. Nagyon nagy élmény volt már maga ez is, hogy ilyen sokan érdeklődnek, kíváncsiak a munkánkra, és ennyien elhivatottak szeretnének belekóstolni ebbe a fajta különleges világban, mint amit egy színházi előadásnak a létrehozása tud nyújtani. Többen voltak olyanok, akik már itt a színházban szerepeltek, a Valahol Európában van, illetve a Loser Rádióban, és voltak új felfedezések, ami számomra nagy öröm volt. Nagyon sokan jöttek a Móriczból, a Dózsa iskolából, jöttek a Széchenyiből is egy páran, nagyobbak, szóval számtalan iskolából, szinte mindegyikből, nem volt olyan intézmény, ahonnan ne jött volna, és ezért azt gondolom, hogy le is vettük nagyjából így a 20 gyerekkel az összes oktatási intézményt a városban. Mely korosztályból vannak a gyerekek? Hát ezek főleg 10-11 éves kortól 18 éves korig, akiket válogattunk, szóval egy ilyen szélesebb spektrum a kamaszok. Nekik is készül, illetve egy családi előadás készül, folytatva a hagyományt, amit a Valahol Európában elindítottunk. Szóval egy ilyen családi előadást szeretnénk, amiben az idős és a fiatal is ugyanúgy megtalálja a kedvére valót. Miért éppen a Twist Olivierre esett a választás? Ez gyerekkori olvasmány élményem volt, és mindig is foglalkoztatott, hogy ennek a fiúnak a történetén keresztül beszélni a világról, azokról a kiszolgáltatottakról, azokról a szegényekről, akik tulajdonképpen mi is lehetnénk, hiszen az ember soha nem tudja, hogy mikor kerül át a másik oldalra. És az élet az olyan váratlan fordulatokat tud produkálni, hogy soha nem tudjuk, hogy mikor milyen kihívással kell szembenéznünk. És ez a kisfiú, ez a 9 éves gyermek, ez olyan sok fiatal kora ellenére olyan sok kihívással nézett szembe, hogy az ő története, az ő hite, az ő rácsodálkozása a világra, az engem gyerekként is nagyon megfogott, és felnőttként is, amikor már mélyebb rétegeit is megismertem ennek a történetnek. Megtudhatjuk-e, hogy ki ez a 9 éves kisfiú, és miért éppen ráesett a választás? Igen, úgy hívják, hogy Mudibese Botond. Na, ő például egy új felfedezése volt ennek a válogatásnak. Egy csodálatos, csillogó tekintetű, szőke, kékszemű, igazi, számomra egy igazi Twist Olivier, ízig-vérig, mondhatnám azt is, hogy a megszólalásig hasonlít arra a figurára, akit én elképzeltem, és hát a megszólalásában is, amikor fölment a színpadra, és elszavalt egy verset, elénekelt egy dalt, még odaültettem a zongorához is, és még el is zongorázott egy kis etűdöt, levett a lábamról. Szóval egyértelmű volt, hogy ő az, akinek ezt csinálnia kell, és most már a dalokat elkezdték tanulni a gyerekek, nagyon szépen bizonyítanak is mindannyian, úgyhogy akiket kiválasztottam, azok mellett 100%-ig kitartok, és hitet tettem, és itt van a helyük. Ki segíti a rendezőt? Gondolok itt ugye most a dalokra, hogy a Kuruc Gergely segítségével. Igen, a betanításban a Kuruc Gergely segít, illetve Tóthin Katalin korrepetítorok, kórusvezetők, és hát a új dalok születtek ehhez, teljesen új műzikelt hoztunk létre, és a zeneszerző az három fiatal zeneakadémián tanult, illetve még most is tanuló zeneszerző, Dobri Dániel, Súlyog Benedek és Farkas Bence. Milyen elképzelések, tervek vannak a díszlet és a jelmezek kapcsán?
A látványvilága az előadásnak az megpróbál egy picit elemelődni attól a fajta realitástól vagy valóságtól, amiben ez a darab játszódik, vagy amiben a regény játszódik, ugye a viktoriánus korabeli Angliában, tehát körülbelül 200 évvel ezelőtt. Én ezt amennyire lehet szeretném egy picit metaforikussá tenni és elemelni ettől a kortól. Persze a jelmezekben vissza fog tükröződni valamilyen szinten a viktoriánus kor, de csak stilizált formában. És az egész díszlet egy alapvetés, egy tér, egy utcarészlet, egy csövekkel, és a metropoliszokra, a nagyvárosokra, az ilyen gigavárosokra hasonlító, vagy azt megidéző világot szerettünk volna. Ugye a maga a történet az ipari forradalomnak az idején játszódik, és ezt is szerettem volna megérzékíteni a történetben, hiszen ha tetszik, napjainkban is egy ipari forradalmat élünk, csak mondjuk most az internetnek vagy az informatikai rendszereknek a forradalmát éljük. Ez így ilyen formában nem fog megjelenni, de általában tehát csövek hálózata rendszere szövi át a díszletet, és az egésznek az alapja egy ilyen használt ruha, halmaz, amin taposunk, amin jövünk, megyünk, megerősítve azt a rendszert, vagy azt a gondolatot, hogy egy globalizálódó világban élünk, ahol a fogyasztás az egy alap gondolat, és ez működteti sokak szerint a világot, hogy vegyél, fogyasszál, használd ki a világot, és használd ki az erőforrásokat. És ez, hát ez tulajdonképpen, ha tetszik, ez ott kezdődött 200 évvel ezelőtt. Most nem mint rendezőhöz, hanem helyetteshez, igazgató helyetteshez szólok. Miért fontos az, hogy legyenek ilyen előadások, amikor sok-sok dunaújvárosi gyermek szerepel egy előadásban, miért fontos az utánpótlás nevelés is? Hát, mert összekovácsol, mert ez egy csapatmunka, mert a fiatalokban van a jövő, és ők éltetik a világot, ők nekik tudjuk továbbadni azt, amit mi gondolunk, vagy amit mi esetleg elrontottunk, és elmondani a tapasztalatainkat. És ők majd lehet, hogy ugyanúgy belelépnek ebbe a csapdába. De hogy mégis a fiataloknak az energiája, az ereje, az felvillanyozó. Az igazán be tud ragyogni egy munkafolyamatot, és ez a jövő. Kicsit kell őket nevelni, a magunk módján, és akkor majd ők megpróbálni átadni, amit mi gondolunk, vagy amit mi tapasztaltunk, de ők majd úgy is el fogják dönteni, hogy mi az, ami fontos számukra, jó, és azt majd kiveszik belőle. A Család évadának következő premier előadása, a Twist Oliver bemutatója február 2-án lesz a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza színház termében. Újabb kiállítás nyílt a Munkásművelődési Központban, ezúttal Égető Ilonka gobelé munkái díszítik az intézmény falait. Különleges tárlat nyílt hétfő délután a Munkásművelődési Központban. A Tázláron született és ott is élő Égető Ilonka hozta el gobelén munkáit Dunaújvárosba. Elmondása szerint néhány évvel ezelőtt kezdett el a varrással foglalkozni, emellett pedig a nóta éneklés a másik szenvedélye. Körülbelül 3 vagy 4 éve nem régen kaptam egy képet az egyik ismerősömtől, és teljesen magamtól, csak azt mondta, hogy az öltésöknek egyfelé kell állni. És akkor én magam találtam ki, majd egy nagyon hozzáértő ismerősömmel találkoztam a faluba, és ő magyarázta el pontosan, hogy merről hova költeni. Tehát, és ez nekem nagyon-nagyon megtetszett. Itt is van a kiállításon a császármadarak, az volt az első munkám, de hát nagyon-nagyon szeretem csinálni. Most is van otthon egy félkész képem, van egy másik, amihez még nem fogtam, tehát a minden percömet úgy mond, amit szabad percöm kézimunkázással töltök. Ezeket a formákat önmaga találja ki? A keresztszemest igen, tehát ugye keresztszemes is van itt, azt igen. Például a pálinka vers, amit vartam, ez volt most az utolsó, hát
valahol láttam ezt a szöveget, és sokat killottam vele, hogy az pont úgy álljon a képön, hogy annak a minden betűje, sokat bontottam rajta, hogy összeálljon a szöveg. A gobelin ugye az elő van festve a vászonra, viszont a gyöngyös az is elő van nyomva a vászonra, az ragadós maga a kép, és egyesével ragasztam rá gyöngyöket. Volt olyan képem, egy kottás könyv volt kinyitva, köröztül rá volt téve a hegedű, és több mint 25 ezer gyöngyöt ragasztottam rá. Egy gobelin elkészítése körülbelül mennyi időt vesz igénybe? Ő már azért rutinos, hiszen minden percebb az idejét ezzel tölti. Hát ez változó, mert ugye azért nekem is van családom, meg otthonom, meg amit meg kell csinálni naponta, meg főzés, stb. De hát így nem tudok rá időt mondani. Ugye a kisebb kép az nyilván kevesebb ideig tart, de nem túl sokat szoktam vele szórakozni, mert gyorsan megcsinálom, azt csinálom a másikat. Van kedvenc képe, vagy kedvenc témája, amit szívesen kivar, megvar? Hát így nem mondanám azt, hogy kedvenc, mert ugye a gyöngyös képek közt is van ugye állatos is, ugye a kakasok, a virágok, tehát nincs úgy különösebben. Most például éppen egy kalocsai terítőt varok otthon, ugye az megint más jellegű varás. Nincs úgy külön kedvencem, csak mindig valamit csináljak, nem szeretek tétlenül ülni. Ön hova valósi, és hogy került kapcsolatba, hogy alakult ki a kapcsolat a munkásművelődési központtal? Hát én Tázláron születtem, ez Bács megyének a közepén egy kis falu, Kiskörös és Kiskumajsa közt. Hát Erdőtelekre, tehát Tázláron élek, ott is születtem, és Erdőtelekön voltunk hivatalosak május elején egy anyáknapi műsorra. És hát ott főzni is köllött, mert hogy sok vendég volt, és ott találkoztam a Sal Margittal, meg a Sümegi Lajossal és feleségével. Nem tudtam én, hogy ők kik, csak ott is énekölnöm köllött, és mondja, hogy énekeljek már. És hát én ott énekeltem, és hát a Margiték nézték, hogy mög mint, és ott rögtön mög hívott a Lajos, hogy május 16-án a Madarász Katalinnak lesz itt Magyar Nóta estje, és hát szeretnének meghívni, és hát addig még a művésznő szuszog, így mondta a Lajos, addig engem bedobnak. És hát ez szó szerint így történt, és azóta tart ez a barátság, többször voltunk már itt, a Lajosék is voltak ott nálunk, tehát például péntökön múlt egy hete akkor is voltak ott nálunk, úgyhogy nagyon-nagyon szuper, nagyon jó barátság alakult ki köztünk, tehát most is a Simonyi Juláéknál voltunk, hozzájuk voltunk kevédre hivatalosak, tehát szerintem nagyon jó. Múlt péntökön volt nálunk buli, ott Tázláron, innen 15-en voltak nálunk a dunai városiak, úgyhogy szerintem nagyon szuper kapcsolat van köztünk, én úgy érzem legalábbis. Mondhatjuk azt, hogy az éneklés, a nótázás a másik szenvedélye? Így van, igen. Hát tulajdonképpen 2000-ben éneköltem én először közönség előtt, de 2008-ban. Akkor voltam először Kecskemétön amatőr magyar nóta versenyön, és akkor a döntőig jutottam. És azóta többször voltam már, úgyhogy az ősszel voltam most október második vasárnapján Szlovákiába, Ipojnyékön, és aranykoszorús magyar nóta minősítést kaptam magyar nóta minősítő versenyen. Na és melyik a kedvenc notája? Mert ugye mindenkinek van. Van, hát igen, hálás szívvel, tisztelettel gondolok az édesapámra. Még azt szeretném megkérdezni, hogy ez az első kiállítása?
Igen, ez az első kiállításom, amikor itt voltunk a Madarász Katalin estön, akkor volt az autóban kettő kép, mert mikor idefelé jöttünk, a keretösnél, tehát a képkeretözőnél vettünk föl kettő képet. És már a Lajosék kikísértek bennünket az autóig, és már majdnem elmentünk haza, amikor eszembe jutott, hogy az autóban van kettő kép, és én ezt megmutattam. És hát a Lajos rögtön szömet vetött rá, hogy hát ugye van ebből legalább 30 darab, hát dehogy van, mondom, hát volt tizenvalahány. És hát mert azt mondja, ebből lehetne kiállítást csinálni. És akkor hát azóta többször emlögette ezt a Lajos, és én fölvettem a nyúlcipőt, és ráléptem a dologra, úgyhogy azóta sokat megcsináltam a nyáron is, sokat vartam, és hát így jutottunk el idáig, vagy jutottam el idáig. A képeket meg lehet vásárolni, és ha jól tudom, egy képet jótékony célra is árverésre bocsátanak. Igen, hát van egy kép, amit szeretnék árverésre bocsájtani, majd ami mielőtt végelősz ennek a kiállításnak, így mondta a rendező, hogy előtte pár napba akkor lősz ez az árverés, és biztos, hogy van itt is beteg kisgyerek, és annak a javára szeretném felajánlani. A különféle technikákkal készült gobelin tárlat megtekinthető a Munkásművelődési Központ galériájában. Folytatódik a kiállítás sorozat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza aulájában. Kedden délután Csomák Lászlóné Cserzsi Textillanások című tárlatát nyitották meg. Csomák Lászlóné Cserzsi alkotásaiból nyílt kiállítás a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza aulájában kedd délután. A PowerPoint technikával készült textilszobrokat saját szenvedélyéből készíti a művész. A tárlatot Rohonci Rohó István nyitotta meg. Csomák Lászlónénak hívják, mindenki csak Cserzsének ismeri. Ő szerelemből készíti ezeket az alkotásokat. Szoktuk mondani, hogy a technika találja meg az embert. És ez egy nagyon furcsa, egy különleges technikával dolgozik ő. Nem egy bonyolult így elmondani, hogy milyen technika is ez. Gyakorlatilag textil van kikeményítve, ez föl van ragasztva egy felületre, és akkor ez van még akkor megfestve, vagy még dekorációs elemekkel egy kicsit föltuningolva. És ebből hoz létre ő alkotásokat, szobrokat, domborműveket, képeket. Tehát ez a PowerPoint technikával készült alkotások ezek. És amikor állítom össze az éves programot, kiállítási programot, és megismertem Cserzsinek a munkáit, akkor direkt Karácsonyra időzítettem ezt a kiállítást, hogy egy kicsit ilyen ünnepi hangulaton legyen, kicsit dekoratív, olyan nőc is, és kicsit könnyedebb hangulat kiállítás legyen itt a Bartók Aula galériába. Mik a tervek? Melyik lesz, milyen lesz a következő kiállítás? Lehet-e ezt már tudni? Igen, a januári kiállításunk az Pál Fabi Janó bácsinak, aki már sajnos nincs közöttünk, és feleségének, Csaszka Ilonának lesz kiállításait. Két nagyon jeles dunaújvárosi grafikus művészről van szó, és egy nagyon régi hiányt szeretnénk ezzel spótolni, és tisztelegni az ő munkásságuk előtt. Ez lesz majd a következő kiállításunk itt a Bartókban, január elején nyílik. Hát ugye hamarosan vége lesz ennek az évnek. A visszajelzések alapján, ugye mondjuk nézzük szeptembertől a kiállításokat, mint szervező, milyen visszajelzések vannak, mekkora volt az érdeklődés arra, hogy jöjjenek esetleg a kiállítás megnyitóra, vagy később úgy betévednek és nézelődjenek az emberek? Hát itt a Bartókba kiállítani, ez mindig egy rangot jelent. Tehát a környéknek, a tágabb értelembe vett környéknek, ez egy rangos kiállító helye. Tehát az, hogy aki itt kiállíthat, ez már ez egy ünnepély. Ez egy nagyon nagy tér itt a Bartók aulában. Első látásra egy kicsit olyan szokatlannak tűnik, mert azt gondolná az ember, egy aula, egy belső tér, hát nem nagy dolog. De hogyha megnézzük, hogy mekkora felületek vannak, és mennyi kép kell egy kiállításhoz, ez körülbelül 35-40 kép. Tehát
ölel fel egy kiállítás most. Egyéni kiállításba ennyi képet felsorakoztatni, az elég nagy megterhelés, meg így összehozni ezeket a munkákat. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen, az ember életében egy rangos pont, hogy itt a Bartókban önálló kiállítása lehetett. És én igyekszem úgy összeállítani mindig az éves programot, hogy legyenek fiatal művészek is, kezdő alkotók, hogy nekik segíteni egy kicsit a hírnevet, kicsit megtalálni a saját útjukat, és legyenek beérkezett művészeknek a kiállítása is. Amikor összeszerkeszti a programot, mennyire törekszik arra, hogy esetleg dunaújvárosi vonatkoztatásúak is legyenek itt? Hát ez az abszolút szempont, tehát ez több, mert haza beszélünk, tehát így, de szeretnék mindig kitekinteni, és itt tavalyi évben is volt fehérvári képzőművész kiállítónk, ez idén is lesz egy nagyon jó akvarellista, Revák Istvánnak a kiállítása lesz majd tavasszal, úgyhogy mindig hívok meg a környező településekről, városokból is kiállítókat, de hát elsősorban a régiónak a kiállítóhelye ez mégiscsak, úgyhogy inkább így hazai tájakon nevezünk itt. A szabadszállásról érkezett művész számos elismerésben részesült már a különleges alkotásai révén, és jó néhány kiállítást tudhat már maga mögött. A kiállításon láthatóak szobrok, fali képek és még tükör is. Hát ha a művészettel kapcsolatban szól a kérdés, az azért nagyon-nagyon régóta érdekel, mert fiatal korom óta folyamatosan múzeum, tárlatlátogató vagyok, de nagyon aktívan, úgyhogy egy-egy komolyabb kiállítás, ami a környező országokban van, bizony autóba ülünk és megnézzük. Kicsit beszéljünk ezeknek az alkotásoknak a technikájáról. Ugye, mint kívülálló, nekem nem egyértelmű, hogy hogyan készültek. Hogyan zajlik önnél egy alkotás folyamata? Hát az alkotások egy nagyon érdekes technikával, a PowerPoll textil szobrászati technikával készülnek. Ez a technika egy Hollandiából induló műfaj. Tulajdonképpen egy speciális ragasztókeményítő, amivel dolgozunk. Ezekkel az anyagokkal még lehet egy kövesített formát elérni, egy plasztosított formát, tehát tudunk kezet, arcot, bármit elkészíteni, és szívesen használják ezt a technikát a szobrászok is. Milyen témákat, milyen gondolatokat fejeznek ki ön számára az alkotások? Ez nálam azért elég csapongó. Nagyon-nagyon figyelek folyamatosan, ha jövök, megyek, akár az országba, akár országhatáron kívül, az apró részleteket is megjegyzem, és próbálom a képeimen, a munkáimon, hogy visszaköszönjenek, illetve a szobraimon, ha megnézik jól a látogatók a szobrokat, mindegyik szobornak mozdulata van, amitől élővé, közelivé válik számunkra az egész, és szerethető lesz, illetve a karácsonyi ünnepkör tiszteletére azért hoztam egy-két ehhez köthető alkotást is. Van-e olyan alkotás, amelyet kiemelne, esetleg személyes kedvence, vagy olyan dolog kötődik hozzá, amiért a szíve csücske? Hát sok ilyen van. Van a József Attila Mama, ami a Dunapalotában volt a nyáron 2 hónapig kiállítva, és külön díjat is kapott, illetve a Varga Domokos vers ihlette padon fekvő hajléktalannak a története. Ezek azért nagyon közel állnak az én szívemhez, illetve most elkezdtem foglalkozni úgy a képek szerkesztésével, elkészítésével, hogy egy-egy idézetre építem föl a képet. Itt állunk például egy előtt, itt ugye Vörös Sándornak az őszi él ízik a galagonya ruhája. Ha közelről megnézzük, akkor gyöngyöcskékkel van a galagonya illusztrálva, és nagyon-nagyon szépen törik a fényt, és hát remélem, hogy nem csak belelátni lehet, hanem tényleg ott is van. Egy-egy ilyen alkotás elkészítése milyen hosszú folyamat, mennyi időt igényel? Ezek teljesen változóak. Van, ami pár óra alatt kész, van, amin azért heteket dolgozok, mert egy az, hogy olyan munkás, a másik pedig, hogy úgy érzem, hogy na most kész, aztán ránézek 2 nap múlva, akkor még sincs kész, és akkor kezdem előről.
Számos elismerésben is részesült már. Melyek ezek, melyeket emelnénk ki, és tudomásom szerint most is éppen a kiállítás megnyitóval egy időpontban zajlik egy ilyesmi díjátadó is, amin most nem tud részt venni. Igen, hát pillanatnyilag, illetve most már befejeződött, de nem tudtam volna Budapestről visszaérni a Magyar Kézműves Alapítványnak az évi országos betlehemi kiállításán, ami éppen 25. Ott van egy munkám. Ez a munka egy Böjte Csaba és általa összefogott gyermekekről szól, és ez egy külön díjba részesült. Hát sajnos nem tudtam egyszerre két helyen lenni. Nem értem volna vissza. Nagyon sokszor hívnak kiállítani. Most voltam a Stefánia palotába, ahol kaptam egy nagyon szép lehetőséget immár másodszorra, és ezt a lehetőséget úgy használtam ki, hogy egy országos rendezvényé bővítettem, illetve határon túli rendezvényre, mert meghívtam a 6 országból a PowerPoint technikával foglalkozó szobrásztársaimat, alkotótársaimat, illetve a magyarországi nagyon jókezű kolléganőket. Milyen további tervei vannak még? Gondolok itt az alkotásra. Van-e olyan, amit még nem készítettél, de gondol arra, hogy ezt azért jó lenne elkészíteni? Igen, mint az előbb említettem, most az idézetek kavarognak a fejembe, és már van is vagy 10-20 olyan idézet, amit azt gondolom, hogy el tudok készíteni, és ütős is lehet a dolog. Ez az egyik, a másik pedig külföld irányába több lehetőség tárgyalási szinten van, és nagyon remélem, hogy a 2019-es év már erről is tud szólni, illetve a nemzetközi alkotótáborokról. A Textillanások című kiállítás egész hónapban megtekinthető a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza aulájában. Kulturális magazinunk végéhez értünk, munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Friss adással egy hét múlva pénteken jelentkezünk. Nézzék addig is a D+ TV műsorait. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.